Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Lampi Ágnes vagyok, és kezdődik a Púcs. A mai adásnak az is lehetne a címe, hogy sok hűhó semmiért, illetve ez egy kérdés, majd kíváncsi vagyok, hogy a vendégek erről mit gondolnak. A téma pedig adott, mert hogy Orbán Viktor decemberben még vétózott, miatta aztán összehívták a tanács ülését Brüsszelben, ahol végül elengedte az ügyet, mármint Ukrajna támogatását, így most aztán az EU meg is szavazta az Ukrajnának nyújtandó 50 milliárd eurós segítséget, de a megállapodást elég nehezen sikerült összehozni, mert ahogy említettem, Orbán Viktor sokáig azt mondta, hogy ő vétózni fog, és hogy megvétózza majd ezt az egyességet, sőt, úgy tűnt belpolitikai vonatkozásban, hogy nem is nagyon tud mást tenni, mert hogy a nemzeti konzultációban a válaszadók több mint 90%-a azt támogatta, hogy ne szavazza meg az EU, vagy ne adjon Ukrajnának pénzt, így azt, amíg a magyaroknak nem ad. Úgyhogy ez volt a deal, amit Orbán Viktor egyébként kommunikált, és sokáig aztán a sajtóban is azt lehetett olvasni, hogy próbálják meggyőzni Orbán Viktort a csúcs előtt, ugye találkozott az olasz miniszterelnökkel, a francia elnökkel is, tárgyalt a német kancellárral, sorolhatnám, és aztán az történt, hogy mire elkezdődött a csúcs, addigra lehetett tudni, hogy Orbán Viktor mégsem vétózik, és aztán végül is, legalábbis a szakértők szerint lényegében nem nagyon nyert semmit, na ezért mondtam az elején, hogy vajon ez volt-e a sok hűhó semmiért, mindjárt megbeszéljük. Brüsszelben az Európai Tanács rendkívüli ülésén Orbán Viktorral együtt megszavazták az EU-s költségvetés felülvizsgálatát, így Ukrajna 50 milliárd eurós támogatáshoz jut a következő 4 évben. Mindezt Orbán korábban határozottan ellenezte, épp az ő vétója miatt hívták össze az ülést. A kormányfő szerint viszont most garanciát kaptunk arra, hogy Magyarország pénze nem kerülhet Ukrajnába. Nekünk az a felelősségünk van, hogy egy ilyen rossz kilátásokkal rendelkező hadi helyzetben támogatjuk az ukránokat fegyverrel. Ami válaszunk az, hogy nem, mi fegyvert nem küldünk, tehát Magyarországnak továbbra sem kell fegyvert küldenie Ukrajnába. Az a veszély fenyegetett azonban, hogyha nem tudunk megegyezni, akkor az ukrán állam működéséhez szükséges pénzekről 26-os körben megállapodnak, elveszik a mi pénzünket, ami nekünk jár, és azt elküldik Ukrajnába. Tehát nekem úgy kellett tárgyalnom, hogy ezt mindenképpen megakadályozzam. És azért siker a számomra az éjszaka, vagy az tegnapi tárgyalás, vagy az előkészítő éjszakai tárgyalás, mert a nagyokkal meg lehetett állapodni arról, hogy ez nem fordulhat elő, és akkor Magyarország is részt vállal az ukrán állam működéséhez szükséges pénzek küldéséből, de fegyvert nem küldünk, és Magyarországra továbbra is érkezik az a pénz, ami nekünk jár. A mi pénzünk nem kerül Ukrajnába. Na, itt tudom összegezni a tárgyásokat. Az ellenzék pártjai nagyon másképp értékelik az eseményeket. Tompos Márton, a Momentum alelnöke Facebook posztjában azt írja, mondd, hogy Putyin szolgája vagy, anélkül, hogy kimondanád, hogy Putyin. Gyurcsány Ferenc TikTok oldalán azt írta, úgy táncol az utcai harcos, ahogy fütyülnek neki. Orbán Viktor saját TikTok oldalán reagált. Egy almafa, kettő, két katica, három kis kacsa, egy, kettő, három. Na hát itt tartunk most a témában, úgyhogy szerintem lesz mit elemezni. Tompos Mártonnal, a Momentum alelnökével kezdünk. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. Jó nagyot sóhajtott, együtt néztük a bejátszót. Melyik része volt, amelyik ennyire kivert a biztosítékot, mert nagyot sóhajtott? Hát melyik nem, te jó ég, tehát hogy bemegy a miniszterelnök a saját paraszt reggelijébe péntek este és elmagyarázza, hogy hatalmas győzelmet aratott, mert megakadályozta azt, ami soha nem volt az asztalon. És senkinek szava nincs erről. Tehát, hogy elmondja, hogy a magyarok pénze nem kerülhet Ukrajnába, soha nem volt róla szó, hogy a magyarok pénze Ukrajnába kerülne. Nem volt ilyen. Az két külön forrás, teljesen más. Egy dolognak viszont kifejezetten örülök, hogy most már nem hazudta azt, hogy itt fegyverekre költenék az ukránok a pénzt, nem, az ukrán állam működésére volt, de akkor ez megint érdekes kérdés, hogy akkor idáig miért nem szavazta meg azt az 50 milliárd eurót, és ahogy ez felvezetőben is elhangzott, hogyha az ő állítólagos konzultációjuk 90% fölötti arányban mondta azt, hogy nem lehet támogatni az ukránokat, akkor
most Orbán Viktor nem veszi figyelembe a konzultáció eredményét, vagy alapvetően na ez nem az is, ezért mondtam a bevezetőben is, jó is, hogy mondja ezt a sok hű jó semmiért. Szóval ön szerint miről szól ez az egész ügy valójában? Mert valóban nagyon sokféle narratíva van, az ellenzék is ugye el tudja mondani a saját, és a Válasz Online készített egy hosszú elemzést, és ott például arra jutottak, hogy szerintük az is a célja lehetett, hogy így a magyar miniszterelnök ugye rengeteget szerepelhetett a nemzetközi sajtóban, azzal, hogy kiszámíthatatlan volt, ezzel így erőt mutathatott, azt írták is, hogy a hazai közönség meg a belpolitikában egyfajta ilyen világpolitikai tényezőként szerepelhetett, hogy sokan ezt hozzák egyfajta magyarázatként. Ön szerint ez mennyire lehet reális? Ez teljesen, de még előtt, ha mondjak egy másik dolgot, tehát nem szabad abba a hibába esnünk, amit ez a rendszer mindig megpróbál felépíteni magáról, hogy elfogadjuk azt, hogy ők kompetensek, végtelenül kompetensek, értenek az, amit csinálnak. A svéd ügyben is teljesen elszámolták magukat. Azt hitték, hogy be tudják váltani ezt a kártyát majd valamire, és aztán szépen lassan az összes ország megszavazgatta a Svédország NATO csatlakozásának ratifikációját, Magyarország pedig hiába mondták el, vagy 8-szor, 10-szer, hogy nem leszünk utolsók, utolsók lettünk, és most már az amerikaiak fenyegetőznek. Akkor mi van? Hát akkor az van, hogy amikor egy olyan ország, amelyiknek a szomszédjában háború van, a szomszédjában a saját kisebbsége harcol az oroszokkal szemben, ennek az országnak a biztonsági garanciáját a NATO jelenti, és ez az ország a NATO-t csuklóztatja, pontosabban egy új tagállamnak a belépését, akkor megkérdőjeleződik a legfontosabb katonai szövetségesünkben az Egyesült Államokban, hogy biztos akarnak-e Magyarországgal mondjuk megosztani olyan nemzetbiztonsági titkokat, vagy olyan értesüléseket, ami mondjuk a mostani migrációs helyzetben, vagy akár a terrorizmus kapcsán kifejezetten kulcsfontosságú. Tehát, hogy ne becsüljük alá azt, hogy mennyire fontos információk áramlanak Magyarországra azért, mert a NATO-tól ki vagyunk. Igen, de ugyanakkor azt is lehetett olvasni a sajtóban, nagyon sok cikk megjelent erről, hogy hogyan győzködték Orbán Viktort. Nyilván nem tudjuk ezt eldönteni, hiszen nem vagyunk ebben, nem lehettünk ott ezeken, meg nyilván sokféle értelmezés jött, de hát lehetett arról olvasni, hogy egymás után adták a kilincset nála, ahogy az előbb mondtam, az olasz miniszterelnöktől kezdve, a francia elnök, a tanácselnök, mindenki próbálkozott, és a végén azt is hozzák a nemzetközi sajtóban, hogy úgy tesznek, hogy tudja menteni az arcát. Orbán Viktor magyarán a belpolitikában, vagy a belpolitikai kommunikációban ugye ez nem jelenik meg, vagy nem ilyen formában jelenik meg. Ezt hogy értékeli, hogy ezt ennyire elengedik, vagy ez ennyire két sínen fut ez a történet? Egyrészt ez teljesen jogos, amit az elején említett meg a Válasz Online is ír róla, hogy ugye ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki már 14. éve van hatalmon, plusz előtte is már több évtizedet töltött a politikában. Ez torzítja a jellemet nagyon durván. És hogyha egy olyan, megnézzük azt, hogy milyen szakértői körök vették körbe Orbán Viktort, mondjuk 10 évvel ezelőtt, és ki van körülötte most, akkor az látszik, hogy neki kell a pozitív visszaigazolás, és az, hogyha ő elmegy Brüsszelbe és kiküldik kávézni, még elmegy, nem tudom, Üzbegisztánba vagy Kínába, és jön a vörös szőnyeg, meg jönnek a, nem tudom, a katonai parádék az ő tiszteletére, az nyomot hagy. És most is az, hogy ő szerepelhet, az szerintem neki egy fontos dolog, csak az a baj, hogy itt nem az egunkról, hanem az ország jövőjéről van szó. Úgyhogy igen, ez mindenképpen közre játszik, és ez borzasztó helyzet. De ami, ugye az Unióban van egy ilyen mondás, hogy senki ne menjen haza vesztesen. Tehát mindenki el tudja mondani, hogy hazamegy és győzött. Nagyon jó. De egy olyan országban, ahol a propaganda rendszer bármit el tud adni győztesként, vagy győzelemként, ott nem tök mindegy igazából. Tehát, hogyha Orbán Viktornak, meg se hívták volna az EU-s, nem tudom, megbeszélésre, vagy mondjuk felfüggesztenék Magyarország szavazati jogát, valószínűleg azt is eladnák győzelemként. Úgyhogy igazából ez a logika Magyarországra már nem teljesen érvényes, mert nincs rá szükség, mert ők megoldják maguktól. Ha már ezt említett, hogy ők megoldják maguktól, akkor nagyon szeretném, hogy együtt megnézzük, amit Szijjártó Péter nyilatkozott ezzel kapcsolatban, és ahhoz is kapcsolódik, hogy ugye Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy kiharcolta azt, hogy mégiscsak tehát két
hogy mondjam, eredményt sikerült elérnie, hogy ugye nem küldenek fegyvereket Ukrajnában, illetve ezt a bizonyos támogatást, ezt majd átbeszélik, ugye ez volt, tehát hogy majd csak tárgyalni fognak róla. De ezzel kapcsolatban nézzük meg, mert rákérdeztek arra Szijjártó Péternél, amit ön is említett, hogy nem is volt erről eredetileg szó. Foreign Minister, I saw today that you said to Hungarian media that a great Hungarian success was achieved. Well, most analysts said that Hungary backed down without having had concessions. Aren't you spinning a defeat into a victory? Look, this is not a sucker bazaar without putting any insult on anyone, so it was not bargaining. We never confused things which have nothing to do with each other. For us, two things were very important. First, to make sure that our money from the European Union will not be sent to Ukraine. But nobody was proposing that, huh? Didn't hear that proposal. I mean, if you, as a member state, do not receive the funds which are due to you, then you have a suspicion that if an external partner is supposed to be financially supported, then the money which should be received by you but you don't get it, maybe go to the third partner. But we got the guarantees that this is not gonna happen. Na, szóval, hogy ez volt a magyarázat. Azért szerettem volna, hogy együtt nézzük meg, mert pont erről beszélgettünk, hogy látja, van magyarázat erre. De ez, tehát, hogy igazából a külügyminiszter a szövegének az első felében, tehát, hogy össze, a kettő ellent mond egymásnak az első felében, a második felében. Az első felében azt mondja, hogy ők nem keverik össze a kettőt. A második felében pedig azt mondja, hogy hát igen, de a kettő össze van keverve, és nem lehet az, hogy hát ha nem kapjuk a pénzt, akkor gyanús, hogy az Ukrajnának kerül. De hogy ilyen nincs. Egyrészt mindenki tudja, hogy ők tettek olyan javaslatot, hogyha megkapja Magyarország az uniós pénzeket, amik a jogállamisági, meg egyéb korrupciós dolgok miatt vannak fagyasztva, akkor feloldják a vétót. Magyarul ők már régen összekeverték. Másrészt soha nem is volt az asztalon, hogy Magyarországnak járó pénzek mennének Ukrajnába. Ez egy teljesen másik alapból megy oda. Úgyhogy megint csak ott tartunk, hogy megpróbálják eladni győzelemként azt, ami, hát nem is tudom, hogy milyen példát hozzak, de hogy így soha nem is volt kérdés. Tehát semmilyen győzelemről nem beszéltünk. Szijjártó Pétertől azt is kérdezték ebben az interjúban, hogy ugye ő találkozik az orosz elnökkel, illetve az orosz külügyminiszterrel is, és azt mondta ugye ebben az interjúban, hogy tudja, mint nagyon könnyű ukrán pártinak lenni itt Brüsszelben, Washingtonban a szép irodákban, de tessék megpróbálni Moszkvában. Én ott voltam, én részt vettem az orosz energiahéten, körülbelül 1000 ember volt ott a teremben, ott ültem Oroszország miniszterelnök helyettese és legnagyobb oroszországi energetikai vállalatok vezetői mellett, ott nyíltan kijelentettem, hogy elítéljük a háborút, és azt szeretnénk, ha ez a háború véget érne, és ez rossz nekünk. Tehát ő újra elmondta, hogy tárgyalni kell, ugye ezt is nagyon sokszor halljuk a kormány részéről. Ez mennyire működik ön szerint az, hogy tárgyalni kell az oroszokkal, és hogy ott kell nagy legénynek lenni, mert ezt sokszor elmondja Szijjártó Péter. Érdekes, én nem láttam erről felvételt, tehát lehet, hogy ez így volt, lehet, hogy nem, de ami Szijjártó Péter tárgyalási hatékonyságát illeti, azt mindenki láthatja, hogy ötszörös áron veszük a gázt, és volt olyan szakasz, amikor ötszörös áron vettük a gázt, mert olyan fantasztikusan letárgyalt az oroszokkal, hogy Magyarország vette egy bizonyos szakaszban az Európai Unióban a legdrágábban az orosz gázt. Úgyhogy amikor azt mondja majd Szijjártó Péter nekünk, hogy ő elmegy letárgyalni valamit, akkor azt egy, hogy az angol mondja, egy csüpet sóval kezeljük, mert hogy idáig nem volt annyira hatékony ebben. Ugye azok az eredmények, amiket ő fel tud mutatni, hogy milyen gyárak jöttek Kínából, Koreából, ilyen helyekről, azok minden egyes esetben egyetlen egy ok miatt jöttek, azért mert olyan szintű adókedvezményt adott nekik a magyar kormány, amire hát nehéz volt nem átmondani. És akkor nyilván ott vannak a beígért infrastruktúrális fejlesztések, az, hogy most már több mint 100 000 harmadik országbeli vendégmunkás van az országban, a KSA adatai szerint. Tehát minden feltételt megteremtenek Magyarországon annak, hogy ezek a gyárak jól járjanak. Ugye itt a legnagyobb probléma tényleg az, hogy lehet itt dumálni arról, hogy igen, Brüsszelből könnyű ukrán pártnak lenni, csak ugye azért bizonyos szinten vannak morális kérdések, és hogyha egy 150 000 fős magyar kisebbséggel rendelkező országot megtámadnak, akkor Magyarországnak nem igazán van opciója, mint az, hogy beáll Ukrajna mellé. Ezt a magyar kormány immár több mint 2 éve nem hajlandó megtenni.
Hagy hozzam egy másik témát ide, amit ön is már intőlegesen említett, a svéd NATO csatlakozás ratifikálása, nem ratifikálása ügy, és az, hogy minek milyen következménye vagy súlya van. Ugye ön is említette, de sokszor beszéltünk mi is róla, hogy számtalanszor elmondták Szijjártó Péter és más kormányzati képviselők is, hogy nem mi leszünk az utolsók, és most meg lett volna a lehetőség. Ugye az ellenzéknek, az ellenzéket, az MSZP összehívta ezt a bizonyos rendkívüli, és már hogy Kövér László összehívta, de nem ment el, nem mentek el a fideszes képviselők. Ez például ön mire véli személyesen? Azt mondom, hogy mindig húzzák az időt, hogy hátra ki tudnak belőle venni. Mert bármit ki tudnak belőle húzni. Esetleg a Gripen szerződéseknek a meghosszabbítását, bármi egyéb kedvezményt, amiről nem tudjuk, hogy mit akarnak. Tehát nem, a törököknél azért volt érthető a dolog, mert hogy nem szimpatikus módon, de reálpolitikai szempontból érthető módon a kurd kérdéshez kötötték Svédország NATO csatlakozásának ratifikációt. Volt mit kérniük. Magyarország nem mondott ilyet soha. Volt olyan, hogy még konzultációban volt, volt olyan, hogy még a parlament elfoglalt, volt olyan, hogy hát izé csúnyákat mondtak ránk a svédek egy, nem tudom, 5 évvel az előtti kisfilmben, tehát hogy nem lehet értelmezni a magyar fennakadást. Igen, de ezen már túl vagyunk valóban, mert hogy ugye elég régóta húzódik ez a történet. Most az is megtörtént már, hogy az Egyesült Államok nagykövetsége részéről érkezett reakció erre vonatkozóan. Ők maguk felidézték azt, hogy Orbán Viktor ígéretet tesz arra, hogy az első adandó alkalommal ezt megoldják. Ennek ellenére nem lépik ezt meg. És ugye most megint, hát valószínűleg akkor február végén lesz a vagy hát a várakozások szerint, ha lesz. Szóval, hogy ez teljesen szóval érthetetlen némileg, hogy politikailag, akkor ezek szerint ön se lát erre semmilyen racionális magyarázatot? Hát az egyetlen racionális magyarázatom tényleg az, hogy ők megpróbálják ezt beváltani valamire, csak nem tudják, hogy mi. Tehát szerintem ők most megpróbálnak elmenni a falig. A probléma az, hogy nem érzékelik normálisan, hogy mikor érkeztek el a falig. Tehát amikor a szenátus külügyi bizottságának vezetője lengeti be, hogy a Magnitsky szabályozást vagy törvényt fogják bevezetni magyar oligarchákkal szemben, az egy olyan szint, amit Európai Uniós tagállam, ha megugrik, az tehát egy teljesen másik kategóriába helyez innen. Tehát a magyar reputációt, a magyar nemzetnek a reputációját viszik, vagy rángatják végig a sárban folyamatosan ezzel, és nem vagyok benne biztos, hogy értik-e, hogy milyen befektetéseket, milyen tanulmányi, nem tudom, utazásokat, milyen turisztikai lehetőségeket veszítünk el azzal, hogy Magyarországot ennyire egy ilyen renitens országnak állítják be, mert ezt szerintem nem tudják sokan, de az amerikai befektetések aztán top 5-ben vannak, legalábbis a foglalkoztatottakat szám illetően. Tehát nagyon sok amerikai tőke van itt. És lehet erre azt mondani, hogy fúj-fúj Amerika, meg Washington, meg lehet mindenféle összeesküvést alkot, de vannak gazdasági realitások, és az, hogy az egyik legfontosabb partner csuklóztatja folyamatosan a kormány. Miért? Felesleges. Már elértek a falig, most már tényleg el kéne ezt engedni, és elfogadni, hogy igen, Svédország csatlakozni fog a NATO-hoz, és nem fognak kapni cserébe semmit, ezt most le kell nyelni, majd a propagandájuk, ahogy mondtam, úgy is meg spinneli, vagy megcsavarja úgy, hogy győztesként jöjjenek ki belőle. Utolsó kérdés a végére, hogyha ennyire renitens ország vagyunk, meg ennyire evidensek ezek az összefüggések, akkor a választók ezt miért nem értik meg? Már csak arra célzok természetesen, hogy a Fidesznek a támogatottsága azért továbbra sem csökkent valamennyire, de azért ezt láthatóan vissza, azon vannak, hogy visszahozzák, és erre megvan minden esélyük. Azt hiszem, nemrég volt egy olyan felmérés, hogy a minden ötödik magyarnak talán már a legalapvetőbb élelmiszer, illetve szükségleteinek a beszerzésére sincs elég pénze. A kérdés továbbra is akkor de ugyanezt, hogyha valakinek olyan szintű problémái vannak, hogy a gyereknek adjon enni, vagy fizesse be a számláit, vagy fizesse ki az albérletét, vagy nem is tudom, hogy jön ki a három munkahelyéből, akkor nem arra lesz ideje, hogy most miért csuklóztatjuk a svédeket. Tehát egyszerűen olyan szinten le van terhelve az ország mentálisan a mindennapi problémákkal, hogy én teljesen megértem, hogy ez másodlagosnak tűnik, csak azt kell megérteni, hogy akkor lesz jobb munkahelyünk, hogyha Magyarországnak a reputációja, a megítélése, az oktatási helyzete jobb lesz. Akkor nem kell három munkahelyet bevállalni senkinek a megélhetésért, hogyha normális, jól fizető és nem összeszerelő üzemeket fognak idehozni. Ehhez viszont tényleg az kell, hogy pontosan az ellentétét csináljuk annak külpolitikai, meg ilyen iparfejlesztési területen, mint amit a kormány csinál az elmúlt 14 évben. Fú, hát ez nem kis feladat, az biztos. Minden esetre folytatjuk, majd még köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Hogy itt volt. Köszönöm.
Folytatjuk már is a témát, miközben Harangozó Tamással, az MSZP országgyűlési képviselőivel. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó napot. Ugye itt volt félig meddig, amíg Tompos Mártonnal beszélgettem, és tőle azt kérdezte, meg arról beszélgettünk itt, hogy a brüsszeli események kapcsán, hogy ez most sok hűhó, semmiért, vagy miért csinálta végig a miniszterelnök ezt a Ukrajna támogatásával kapcsolatos kommunikációt. Ráadásul ennek nagyon nagy híre volt, a nemzetközi sajtóban is megjelent, próbálták győzködni, hát ugye erről is lehetett olvasni az olasz miniszterelnöktől kezdve a francia elnökön át a német kancellárig, és akkor ő így beadta a derekát, és ugye lehetett hallani a Kossuth Rádióban, hogy ezt tulajdonképpen egyfajta győzelemként kommunikálta Orbán Viktor. Szóval ez most sok hűhó, vagy nem sok hűhó, és miért? Persze, hát a múltkori kávézás is óriási győzelem volt, tehát az, hogy itthon a Kossuth Rádió, amit hallgatunk, az teljesen indiferens. Nyilván nem, mert hogy sajnos a magyarok egy jó része ezt elhiszi, de a dolog lényegét tekintve az. Hát sok hűhó biztos, hogy volt, és én azt gondolom, hogy nem csak próbálgatták meggyőzni, hanem a nagy különbség az, hogy a mostani ülés előtti beszélgetéseken azért bizonyára hangoztak el olyan érvek, hogy finoman fogalmazzak, hogy a miniszterelnök ezt a cirkuszt, ezt végül befejezte. Én máshonnan közelíteném meg. Engem egyetlen kérdés érdekel, országgyűlési képviselő vagyok, esküdtettem erre az országra, nemzetre, hogy mit segít ez Magyarországnak, amit a miniszterelnök csinál. Tehát nyilván vannak tárgyalási taktikák, vannak romantikus, meg kevésbé romantikus eszközök, itt talán érintették is, hogy Erdoğan is kvázi kicsit bizniszelt ezzel a NATO csatlakozása, egyrészt a kurd kérdést, azért ne felejtsük el, másrészt az amerikaiaktól a vadászgép beszerzés. Volt egy politikai, meg volt egy nagyon komoly anyagi, biztonsági, már az ország a biztonsága szempontjából fontos kérdés, amit meg is mondott, hogy mit kér, és amikor ezt sikerült letárgyalni, vagy elintézni, akkor tartotta is a szavát, és a parlament meg is szavazta, vagy hát a török parlament meg is szavazta, ő pedig aláírta a svéd NATO csatlakozást. Itt Magyarországon ezt nem látjuk. Tehát azt sem látjuk, hogy mi lenne a cél, azt meg pláne nem látjuk, hogy mit sikerült elérni. De egyébként önnek sincs arra vonatkozóan elképzelése, hogy mi lehet a cél? Például nincs. Már említett a NATO csatlakozásra. Tehát, hogy most persze, hogy mondjam, elméleteket gyárthatok én is, de a legdurvább az, hogy sem képviselőként, sem NATO parlamenti közgyűlés tagjaként, semmilyen más minőségemben fogalmam nincs, hogy mit művelnek. És ugye akárhány műsort, most pont ezért szoktam nézni én is, mondjuk nálam okosabb, vagy felkészültebb elemzőket, tapasztaltabb kollégákat, hogy ők mit mondanak. Mindenki ezt mondja, és egyébként a legnagyobb problémának is ezt tartják, meg az elemzői körökből is, hogy fogalmunk nincs, hogy miért csinálják. Mert ha tudnánk, akkor még az is lehet, hogy kicsit úgy megértve a dolgot, mondjuk az ember azt mondaná, hogy jó, hát akkor fussatok előre, hát ha sikerül valamit elérni. De itt semmiet nem látunk. Egy magyarázatot... Kárt viszont, tehát kárt okoztak. Okoznak és okoztak eddig is. Sok szó esett itt az előbb is a nemzetközi megítélésünkről. Ezek nem csak elméleti kérdések, szóval ennek utána nagyon komoly anyagi következménye is tud lenni, de mondom az egyik legfontosabbat. A magyar kormány kutya kötelessége és a legfontosabb dolga az Európai Unió tagjaként, ami megítélésünk szerint, és ezt mondjuk szocialista kormányok alatt jól is működött, voltak marha kemény tárgyalások. De a vége mindig az volt, hogy több pénzt hoztunk haza, mint amennyit eredetileg az Európai Unió nekünk tervezett volna adni. Jelen pillanatban egyet látunk, hogy a magyar kormány totális kudarca az, hogy az uniós pénzek nem érkeznek, a töredéke érkezik, és egy óriási szeletéről úgy néz ki, hogy soha az életben nem fog megérkezni, már pedig mind a pandémia, mind az inflációs nyomás, mind a gazdasági bezuhanás, az egész tavalyi év, ami egy totális csőd volt, ezután óriási szüksége lenne az embereknek, a magyar vállalkozásoknak, a cégeknek, az intézményeknek, hogy egy kis levegőhöz jussanak. Szóval ilyen szempontból ez dráma, és még egy szempont. Azt mondja a miniszterelnök, bár mondjuk most már tényleg nem lehet tudni, hogy mit mond és mit, mennyi igazságtartalma van bármelyik szavának, hiszen azt ígérte, hogy nem leszünk utolsók. Aztán azt ígérte, hogy az első adandó alkalommal szavaz a parlament, aztán nem vesznek részt a parlamenti ülésen, de azt mondja, hogy a magyar kormány támogatja Svédország
csatlakozását. Ezt mondjuk hát ez már régóta mondja, igen. Értem. Akkor tegyük föl, hogy február 26-án, 27-én, március 15-én, valamikor a Fidesz frakcióból csak találnak még 50-60 embert az ellenzéki képviselőkön kívül, és át fog menni ez a javaslat. És akkor mi lesz másnap? Tehát szivattunk egy országot, egy nemzetet másfél éven keresztül, jelesül a svédeket, sakban tartottuk, zsaroltuk a világ legnagyobb katonai szövetségét, jelesül, amiben mi is részesei vagyunk, és benne vagyunk, és amelyik garantálja a magyar emberek biztonságát is. És ez nem egy elméleti kérdés, egyszerűen az Európai Unióban, vagy Észak-Amerikában, ugye az is van a szerződésben, hogy Európában, vagy Észak-Amerikában lévő tagállamot bárki megtámad, akkor mindegyik, összes többi tagállam ötös cikkely megy, és katonai erővel megvédi. Ezért aztán nem is mer senki egyetlen egy NATO tagállammal sem szórakozni sem. Ez a védelem jár minden magyar embernek azért, mert a NATO tagjai vagyunk. Most ehhez képest szivatjuk a svédeket, Európa egyik leggazdagabb, teszem hozzá, egyik legjobban felszerelt hadseregével rendelkező országát, majd megszavazzuk, és utána évekig, vagy akár évtizedekig a svéd emberekbe, nem a kormányba, a svéd emberekbe lesz az az érzés, hogy ja, a magyarok, kértek valamit? Jó, hát várjatok majd, akkor majd 10 év múlva mi is segítünk. Egyébként csak egy válasz született, a Válasz Online készített egy hosszú elemzést, erről az előbb is szó volt, hogy ők azt találták egyfajta magyarázatként, hogy ezzel tulajdonképpen Orbán Viktor bekerült a nemzetközi közbeszédbe, és egyfajta ilyen tényezőként jelenhet meg, hiszen ő maga tárgyal Európa vezetőivel, tőle függnek esetlegesen döntések, ő az, aki meghatározhatja mondjuk akár a tanácsnak az ülését. Tehát, hogy egyfajta ilyen tényezőként jelenik meg a nemzetközi politikában. Ezt mennyire látja reálisan? Tehát az ő egójának a tényezőt ezt én nem becsülném le, biztos, hogy ez is benne lehet, vagy legalábbis rettenetesen élvezi, az biztos. Hát nyilván a hírekbe, a középpontban sokféleképpen be lehet kerülni. Például valaki lelocsolja magát a Kossuth téren és főgyújtja, akkor is biztos, hogy be fog kerülni minden hírbe. A kérdés az, hogy van-e bármi értelme, vagy elér-e valamit vele. Vagy amit elér, az jó vagy rossz. Én arról beszéltem az elmúlt néhány percben, hogy amit ő csinál, annak a következményei, a minden egyes magyar állampolgára nézve negatív. Tehát még egyszer, vannak olyan eszközök, ami nem feltétlenül az ízlésünkbe illeszkedik, de mondjuk meg lehet érteni, hogy használják őket, ha az ember, magyar embereknek ezzel, vagy a magyar népnek ezzel segítenek, ezek biztos nem ilyenek. És akkor persze ott van a nagy kérdője, hogy akkor kinek az érdekében csinálja ezt. Két dolgot biztos el lehet mondani, az, hogy a svéd NATO csatlakozást másfél éve Magyarország blokkolja, az egyértelműen és objektíven most is ki lehet jelenteni, Oroszországnak biztos, hogy érdekében áll. Mást nagyon nem találunk, akinek az érdekében áll. Másrészt pedig az, hogy a kormány, illetve hát a Fidesz frakció mind az ukrán támogatás tekintetében, mind a svéd NATO, és ugye kettő összefügg szintén orosz vonalról, akár Orbán Viktor, amit csinált az elmúlt hetekben, azért van egy olyan jelenség az én megítélésem szerint, ami abba is belefér, hogy elindult az EP kampány. És az LP kampány Orbán Viktor szempontjából azt jelenti, ezt elmondta világosan, hogy meg kell bukni a jelenlegi pártoknak, legyenek azok jobboldaliak vagy baloldaliak, és ennek a remek populista szélső jobboldalnak kell jönnie, amit ő is nagy örömmel képvisel. Ebben a helyzetben minden, ami káosz, minden, ami késlekedés, minden, ami döntésképtelenséget sugall maguknak, az európai választópolgároknak is, az hajthatja arra a vizet, hogy az emberek valami mást válasszanak. És én azt látom, mintha Orbán Viktor a magyar nép felhatalmazását és az ezzel járó vétójogát leginkább arra használná, hogy káoszt és zűrzavart okozzon itt mind a NATO-ban, mind az Európai Unióban. Még egy kérdés a pénzzel kapcsolatban, mert ugye ez egy fő kérdés sok esetben. Orbán Balázs beszélt a vasárnapi krónikában szintén a Kossuth Rádióban, és ő azt mondta, hogy ez az egész ügy, ami jelenleg Brüsszelben zajlik, növelte Magyarországnak a mozgásterét, jó kompromisszumokat tudtak kialakítani, és azt is hozzátett, hogy az uniós források rendben érkeznek Magyarországra, és hogy kevesen tudják, hogy most ide áramlik a legtöbb
több pénz. Így fogalmazott Orbán Balázs. Ezt csak azért hoztam ide, mert ugye ön is említette, hogy a magyar embereknek és a magyar érdekek vonatkozásában hát a pénz nyilván nagyon sokat számít, és hogy erre is számított Orbán Viktor, meg hogy ez is esetlegesen zsarolási potenciál lehetett a kezében, hogyha ez most így van. De nincs így, ez egy blöff. Ez a kérdés. Hát nem viccelünk már, ez egy blöff. Hát mihez képest jön a legtöbb pénz? Lehet, hogy éppen egyszerre egy számla számra a legtöbb pénzt abban a pillanatban éppen nekünk utalták, de a töredéke jött meg annak, ami másfél éve járt volna nekünk. És ugye az újjáépítési alap, ami ugye a Covid utáni talpraállást szolgálta, ami ellen nem tudom mennyire emlékszik rá, de az ellen is ment a kormány, úgy nem kell nekünk hitel, meg nem kéne európai hitel, aztán utána most meg kuncsorgunk érte, hogy megkapjuk. Annak azzal az a baj, hogy annak ugye volt egy ilyen, jól emlékszem, 2 éves felhasználási ideje, tehát addig el kell vele számolni, mert kifejezetten a Covid gazdasági negatív hatásainak a kivédése, vagy újra a gazdaságok újraindítására szolgáló pénzről van szó, tehát az nem volt része ennek a 7 éves költségvetési ciklusnak, ami a szokásos. Azoktól most már lassan elvi szinten is elesünk, mert egyszerűen lejár a végelszámolási határidő, mielőtt Magyarország megkapná a pénzeket. Hát kérdezzük már meg a kedves magyar kis- és középvállalkozókat. Kérdezzük már meg a Magyarországon dolgozó és termelő, akár közepes vagy nagyobb cégeket, hogy úgy kb. Mi a véleményük arról, hogy itt 1000 milliárdos nagyságrendű EU-s ingyenpénz befektetésre, beruházásra, hitelezésre, mondjuk béremelésre az elmúlt másfél évben nem érkezhetett meg. Mert ezek a jó emberek itt karatéznak, meg nem tudom mit csinálnak, nem is tudom mi most szuper csapat volt éppen legutóbb, de előtte meg ninjáskodnak gyakorlatilag a mi pénzünkből. Egészen vérlázító. És az egyébként, hogy most egy kisebb részt felszabadított az Unió, maga a bizottság. Azért annak elég komoly hullámai vannak, hiszen az Európai Parlament frakciói, és itt szintén kiemelném, hogy a konzervatívok, a szociáldemokraták, a néppártiak, tehát a Fidesz volt pártja, de még a konzervatív és reform frakció is, amiben Orbán Viktor így úgy próbált tárgyalni, hogy most majd bekerüljön, ezek mindegyütt azt mondták, hogy gyakorlatilag ki kell vizsgálni, vagy felelősségre kell vonni a bizottságot, nem Magyarország. Ezt a töredékét is megkapta ennek a pénznek. Ennek nem örülünk, mert mi az első perctől kezdve azt állítjuk ellenzéki pártként, hogy a kormány dolga, hogy ezt hazahozza. Egyébként megtehetné, ha akarná, nyilván a hatalmai koncentrációjából vissza kéne vennie, és azt is állítjuk, hogyha az európai parlamenti választáson, vagy a következő választáson utána az ellenzék, azon belül is az MSZP kormányzati szerephez tudna jutni, akkor ezeknek a forrásoknak a hazahozatalába villámgyorsan lehetne változást hozni, és a magyar emberek életében egyébként egy pozitív elmozdulást kicsit. Akkor egy utolsó kérdés a végére, hogy nyilván kampány időszak van, meg ugye egyre intenzívebb lesz. Mire számít, hogy ez lesz a fő üzenete? Tehát ez marad a Fidesznek a fő üzenete, és hogy az ellenzék erre hogyan tud reagálni, és mit tud reagálni? Mármint most mi a fő üzenete? Erre, hogy ez, hogy nem kapjuk meg a pénzeket, ahogy ön elmondta, ehhez képest a kormány azt mondja, hogy megkapjuk a pénzeket. Azt tudják mondani, hogy győzelmet arattak Brüsszelben, az ellenzék az ellenkezőt mondja. Tehát, hogy nagyon erős az a fajta kommunikáció, ami a kormány részéről, és láthatóan ez a kampánynak az egyik fő eleme lesz. Igen, tehát az, hogy ők mit fognak a propaganda gépezetbe fölülről beledobni, és akkor utána eltekig azt nyomni, azt nem lehet tudni. Nyilván az egyik irány az lesz, hogy Karácsony Gergely és a főváros az gyakorlatilag az ördög ölében ül már, és a világ vége már meg is történt, csak még az emberek nem vették észre. A másik lesz ezek a sikerpropagandák. De értem, nem véletlenül morzsolódott le több százer ember a Fidesz szavazótáborából. Azért a valóság nap, mint nap, kikapcsoljuk az M1-et, meg a Kossuth Rádiót esetleg lekapcsoljuk, és kimegyünk a lakáson kívülbe, lehet, hogy már csak oda, tehát ki se kell menni, akkor azért szembe jön velünk a valóság. A munkahelyünkön, a boltban, az iskolában a gyerekeinkkel, ha a kórházba kerül bármelyik szerettünk vagy magunk, akkor azért nagyon-nagyon durván és gyorsan, már nézést, hogy ezt mondom, arcon csap minket a nagy magyar valóság. Tehát az, hogy az embereknek lesz ahhoz erejük, bátorságuk és némi gógyiuk, hogy fölismerjék, hogy például ahhoz, hogy itt bármilyen változás lehessen, még akár akkor is, ha a Fidesz kormány marad,
ahhoz az kell, hogy az európai választásokon a Fidesz kapjon egy sárga lapot, abban én nagyon erősen bízom, hogy így lesz. Mert ez a tény. Tehát azért érdemes és kell akár az MSZP-re, mi reményeink szerint egy közös ellenzéki listára eljönni, szavazni, még akár egy olyan embernek is, aki eddig a kormány támogatta. Mert szemlátomást Orbán Viktorék semmi másban nem foglalkoznak, csak nézik a közvéleménykutatásokat. Szerintem ott röhögnek, hogy ilyet még ezt is meg lehet csinálni következmény nélkül, még ezt is. Hát gondoljunk Novák Katalin húzására most a pedofil bűnsegédet, vagy előtte a nettó terrorizmusért elítélt embernek a szabadon bocsát. Még ezt is meg lehet csinálni. Muszáj lenne megmutatni nekik, Magyarország épeszű felének nem tudok máshogy fogalmazni, és mindegy tőlem, hogy jobb vagy baloldali, hogy nem lehet bizonyos dolgokat megcsinálni itt Magyarországon sem. És ha azt látják, hogy a kormány és az ellenzék fejfej mellett végez, vagy akár az ellenzék egyet több mandátumot szerez, mint a Fidesz az EP választáson, az biztos, hogy el fog indítani egy olyan folyamatot a kormányzás stílusával, akár összetételével kapcsolatban is, ami picit élhetőbbé teszi ezt az országot a következő választásokig. Hát ígérem, hogy innen folytatjuk még, mert szerintem kampányügyekben lesz még majd miről egyeztetni, megbeszélni. Köszönöm szépen, Harangozó Tamásnak, hogy itt volt. Folytatjuk már is a témát, méghozzá az Elvesz Tiborral, az Elvesz Research vezetőjével. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. És Harangozó Tamás volt itt ön előtt a vendég, és beszélgettünk arról, hogy mennyire jön szembe a valóság a választóknak, abban a vonatkozásban, hogy hogyan alakul a kormányzati kommunikáció most a brüsszeli eseményeket figyelembe véve, és hogy ezt mennyire tudják vagy érzik a választók egyáltalán, és hogy mekkora valós lemorzsolódás a Fideszről. Van-e valós lemorzsolás, és tényleg szembe jön a valóság? Szóval ezek a fő kérdések, itt hagytuk abba. Valóság mindig szembe jön egy Fidesz szavazónak is. Az a kérdés, hogy számít-e neki ez, vagy milyen mértékben számít. Tehát lemorzsolódás természetesen a parlamenti választások utáni felfokozott hangulathoz képest, amikor olyan emberek is Fideszhez mentek, akik a tavaly az választáson nem... vagy előtt most már nem szavaztak a Fideszre. Ahhoz képest van lemorzsolódás, de úgy nagyjából az a szavazótábor, amelyik a parlamenti választáson ott volt a Fidesz mellett, az megközelítőleg most is ott van. Tehát lehet itt persze hónapról hónapra nézegetni a közvéleménykutatásokat, mi mást, hiszen nekem is ez a szakmám is 1-2% úgy tekinteni, mint hogy ez egy folyamat, ami a Fideszt nagyon érinti, és biztos vannak ilyen hónapok, én is látok, de utána meg ez megáll, egy picit visszarendeződik, és azt tudjuk azért, hogy a Fidesz egy ilyen kampányhelyzetben mindig tud erősíteni, tehát meg tudja szilárdítani a támogatottságot, új támogatókat próbál szerezni. Az valóság, ez még a legkeményebb elkötelezett szavazók számára is megérkezik, látja. Az a kérdés, hogy ő nekik, a Fidesz tud-e egy olyan kommunikációt mondani, elhitetni velük azt, hogy például az, ami történt az Európai Parlamentben, ami történt az ukrán támogatásoknak a megszavazásával, az most valóban egy veresége, amit itt mond az ellenzék, mond a nyugati politizáló közvélemény, tehát azért ez egy nagyon fontos narratív, avagy az van, amit a Fidesz vezető politikusai mondanak, hogy tulajdonképpen ők nyertek, mert magyar pénz, mondják a választóiknak, ki másnak. Tehát péntek délelőtt, amikor, vagy reggel, amikor Orbán Viktor beszél, annak a kommunikáció az csak a saját választókhoz jut el, azt próbálja elmondani, hogy ők nyertek, és magyar pénz nem megy Ukrajnába, holott ugye az európai költségvetésből megy a pénz Ukrajnába. Tehát nem is volt eredetileg se szó erről, nem is volt szó, hogy igen, az egy külön megoldás lett volna, hogyha ő vétózik, akkor ilyen bilaterális megállapodásokat kötnek ezek az országok Ukrajnával, de nem az van, európai költségvetésből megy, aminek pont ugyanúgy része, nyilván más arányban Németország pénze, meg a magyarok pénze. Tehát igazándiból ez a fajta ilyen kommunikáció, ennek a hatékonysága az, ami a kérdés. És mit gondol, hogy mennyire hatékony? Én azt látom, hogy hatékony, tehát ez mindig tud megtartó erővel. Tehát a fideszes politikusoknak szemük se rebben, vagy lehet, hogy ha rebben is, akkor is van kész mondatuk arra, hogy szembe megy a miniszterelnök a szavazatával, ez látható, a nemzeti konzultáció 98-99%-os arányaival, ami ugye, azért azt remélem mindenki tudja, hogy ez nem a, akármi is van a plakáton, ez nem a magyarok 98... Nem a teljes magyarságra, társadalomra vonatkozik. Igen, hanem annak a
mondjuk 1,5 millió nemzeti konzultációt beküldő embernek a 98-99%-a. Tehát megszavazta, majd ugyanazon a napon jönnek ki ezek a plakátok, és hogy Magyarország nem támogatja Ukrajnát semmilyen módon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amikor ezek a kommunikációs bombák így érkeznek, az ember, vagy kommunikációs üzenetek megérkeznek a választókhoz, akkor ők ezt erősebbnek érzik, és akkor vannak tulajdonképpen így nyugalomban és békében saját magukkal, hogyha elhiszik azt, amit Orbán Viktor mond, mert akkor nem kell felülvizsgálni semmit. És annyira azok a problémák, amik már tavaly is itt voltak, például az infláció, nem rendítették meg a Fidesz tábort, akkor egy Európai Uniós szavazás sem fogja megrendíteni. Itt a megoldás az ellenzék számára, azon kívül, hogy rámutat és a felületelein elmondja ezeket az ellentmondásokat, az, hogy a Fidesz szavazókon túli világot próbálja meg valahogy egységbe kovácsolni. Hát igen, ugye erről régen mindjárt beszélünk majd még az ellenzék reakciójáról is, de valóban, hogy ön is mondja, két narratíva létezik, és pont ezekről is beszélgetünk a két előző vendéggel. És még egyet hagy hozzak már be Ukrajnával kapcsolatban. Ugye most elkezdődtek a tárgyalások, Szijjártó Péter ugye találkozott az ukrán külügyminiszterrel, és ott azt, ahol ugye megkérdezték, a Telexnek adott egy interjút egyébként a sajtótájékoztató után, és azt mondta, hogy a magyar kormány nem orosz párti, hanem magyar párti, és hogy ez olyan gesztusértékűnek tűnt ez a mondat az ő részéről, és erre is reagált Orbán Viktor pénteken, és nagyon erősen, és kíváncsi vagyok, hogy például ezeknek a mondatoknak milyen kommunikációs súlya vagy jelentősége lehet. Ugye azt mondta, hogy nem érdekel a véleményük ebben a tekintetben, oda azért nem süllyedhet az ország, hogy Magyarország miniszterelnökéről és külügyminiszteréről valaki más mondja el, hogy az milyen. Ha mégis erre vetemednék, itt ez történt, akkor az figyelmen kívül hagyjuk, mert hogy ilyen nincs, szuverén ország vagyunk, és nem tartunk igény az országok kóser pecsétjére, hogy úgy fogalmazok, hogy ők mondják meg, hogy mik vagyunk, és akkor ugye az 1000 éves magyar állam szuverenitása többi. Tehát láthatóan még egy ilyen helyzetben, ami egy picit gesztusérték, egy picit lehetett volna engedni ebben a helyzetben, nem hogy nem engedett, hanem még egy erős mondatot rátett. Igen, hogyha itt egy kormányzati kommunikáció hosszú időn keresztül felépített egy ilyen Ukrajnával szemben negatív álláspontnak a képviseletét, és ezt a választóknak megpróbálta elmagyarázni, és nap mint nap halljuk, hogy miért nem támogatjuk sem anyagilag, sem fegyverekkel, sehogy az ukrán államiság megőrzését az orosz agresszorral szemben, akkor egy ilyen felépítmény után nem tehetik meg teljes mértékben azt, hogy a másik oldalra állnak. Tehát lehet, hogy egy ilyen többszereplős játék, valóban Szijjártó Péter mondott egy más jellegű, egy pozitív kapcsolatra utaló mondatot, de abban a pillanatban lehet ez a kommunikáció része. Azért meg kell hagyni azt az elmúlt 2 éves narratívát nagyjából, ami volt a Ukrajnával kapcsolatban. Tehát itt szerintem megy majd egy ilyen csiki-csuki, de azért a mainstream, a fő üzenet az valószínűleg mindig az lesz, legalábbis az EP választásokig, hogy mi távolabb vagyunk Ukrajnától. Az, hogy hogy nem vagyunk egy ilyen nagyon segítő, mert mindig van erre megokolás, de azért az, hogy egy nemzetet megpróbálunk degradálni azáltal, mert ott volt egy olyan mondat is, hogy szlávok nem mondják meg nekünk, akkor az ember mindig elgondolkodik, hogy nem kéne túl lennünk az ilyen típusú nacionalista megnyilvánulásokon, mert azért ez valahogy abban a tartományban van. Hozzáteszem azt, hogy a kievi fejedelemség az már a 9. században is működött. Tehát azért én is büszke vagyok. Én is büszke vagyok magyarságomra, meg a magyar eredetre is, de azért szerintem nem az a 21. századnak az üzenete, hogy acsarkodjunk egymással. Tehát szerintem, bár nyilván a Fidesz retorikában mindig ez az ellenfélnek a megnevezése, ha kell, gólemizálása, és az ahhoz való viszonyulásunk az egyik központi elem, mert a szavazótábor ehhez szokott hozzá.
Egyébként, mielőtt mondom, az ellenzékről beszélünk, van még egy kérdés, és ez a svéd NATO csatlakozás ratifikálás, kommunikációs és szavazati szempontból. Ott tulajdonképpen belefutott, vagy belefuthatott volna a Fidesz egy olyan helyzetbe, amiben teljesen egyértelmű, hogy más kommunikált, és aztán más lett az eredmény, ugye az, hogy nem mi leszünk az utolsók, akik ezt ratifikálják, ugye teljesen más a helyzet. Ezek szerint ez is lekommunikálható, úgyhogy győzelemként állt, mert ugye most nem mentek el még a rendkívüli ülésre sem. Hát, na, ebben már azért kételkedem, tehát azért nyilván nagyon erős kommunikációs csapat van, és mindent előre kitervelnek, de a végsőkig minden ügyben nem lehet szerintem különállónak lenni. Ez kínos, és azért a háborús helyzet, meg a katonai témák, azok nem olyanok, hogy adunk-e egy országnak pénzt, támogatjuk-e őket, hogy mi a gazdaság, azért ez egy sokkal keményebb világ, tehát itt szerintem olyan nagy mozgástere Magyarországnak nincsen. És hát azt is lehet látni, hogy tényleg az utolsó reménye is szerte foszlott Orbán Viktornak azzal, amikor Erdogan aláírta. Tehát nem csak, hogy a parlament megszavazta, akkor lehetett látni a fideszes kommunikációban, hogy talán még tudnak nyerni egy kis időt azzal, hogy Erdogan nem írja alá. Mondjuk rá talán két napra aláírta, mint hogy megvolt a parlament döntése. Tehát ebben a helyzetben tényleg nagyon egyedül van, és egy katonai tömb részeként egyedül lenni, azt szerintem nem sok jóra vezet. Ez nem olyan, hogy akkor kimaradunk az Európai Unióban, vagy nem. Ez egy európai biztonságpolitikai kérdés. Itt azért kevesebb a mozgástér. Szerintem a végén valami egyességnek itt kell lennie. De ugye, de nagyon régóta ez hangzik el, hogy kell lenni. Ugye a kormány részéről számtalanszor elmondták, hogy ratifikálni fogják, napirendre veszik, most elmehettek volna. A rendkívüli az arcvesztés lett volna, Tehát még ezek után még a múlt hét után szerintem igen. Én azt gondolom, hogy diplomáciai csatornákon fog ez valahogy megoldódni. Tehát, hogy nyilvánvalóan a NATO főtitkár telefonja például az nagyon sokat tud a ladban. Amennyire én feltételezem, de ez teljesen személy szerintem ezen már lehet, hogy megvoltak ezek biztosan a telefonok. Biztosan voltak, és biztosan lesznek még telefonok. Azért mondom, hogy szerintem ez diplomáciai jellegű megoldás a szavazótábor, ezt most nézi, nyilván kell tehát annyira hozzászoktak a Magyarország függetlensége témakörhöz, ez a kuruszos identitáshoz, hogy nekünk ne mondják meg magyaroknak, hogy hogyan viselkedjünk, hát láttuk ezeket plakátokon is, hogy legalább egy valaminek kell lenni, az nagyon sajnálatos, hogy pont egy katonapolitikai téma tartozik ebbe, és nem egy másik, mert szerintem ez egy veszélyesebb dolog Magyarország biztonsága szempontjából. Na nézzük már a kampányt, ha már említette ezt a kurucos kommunikációt, kurucos mentalitást, mely egy picit az ellenzék helyzetét, hogy ez lesz ön szerint akkor végig a kampányban, ez a kurucos, nekünk nem mondja meg senki, tehát ez fogja végigvinni a Fidesz, és az ellenzéknek ez ügyben milyen mozgástere lehet? Szerintem ez biztosan benne lesz. Ebbe a tematikába illeszkedik szerintem ez a nemzeti szuverenitás, és hát nyilván ehhez kapcsolódó megfelelő hivatalnak a létrejötte is. Ez biztos, hogy egy központi téma lesz. És hogy emellé még mit tesznek eseti témákat, azt nem tudom. Persze itt ez egy bonyolultabb blog, mert nem csak európai parlamenti választás van, hanem helyhatósági választások is. Ott ezeket a témákat olyan nagyon nem lehet előhozni, mert nem erre rezonál a helyi szavazó. Tehát egy kis településen nyilván nem ez annyira nem érdekes, és nyilván a Fidesznek legalább annyira érdeke az is, hogy meghódítson nagyvárosokat, olyanokat, a kerületeket, ahol most ellenzéki vezetés van, mert az egy következő időszakban, a választásokig tartó időszakban ez egy forrás lehetőség, ez egy politikai lehetőség is egyben, fölépíteni valamilyen alternatívát már, mint most pont fordítva gondolom, mint hogy az ellenzék szokta ezt mondani, hiszen a kormánynak van dolga mondjuk abban, hogy ellenzék által felügyelt városokban erősítsen. Tehát én azt gondolom, hogy itt sokféle kommunikáció lesz. Nyilván az EP választás, ez a szuverenitás, ez még jó, és akkor majd látunk EU-s vezetőket továbbra is a plakátokon negatív kontextusban. Ez arra jó lesz, hogy pont azt a mandátum számot, vagy annál valamennyivel többet, mint amit a legutóbbi EP választásokon elért a Fidesz. Az adatok is azért azt jelzik, hogy valahol ha szavazati biztos szavazókat nézem, akkor 50% körüli számokat lehet látni. Tehát ugyanarra lehet nagyjából számítani. Igen. És az ellenzéknél pedig hát inkább egy ilyen helyosztónak tűnik most az EP választás ennek minden hátrányával és előnyével együtt. A választópolgárok számára azért hátrányos, most én hadd nézzem onnan és ne a pártok érdekei felől,
mert az egy egyszerűbb gondolkodási séma és egy egyszerűbb választási megoldás, egy gyakorlat, hogyha nem kell külön-külön ezeket a pártokat bejelölni, és aztán a közös jelölteket az önkormányzati választásokon. Tehát jobb lenne, valami egyességre jutnának, amennyire lehet ebben a két választásban az ellenzéki pártok. És akkor még a témákat illetően nyilván az lesz a Fidesz kommunikáció azokon a helyeken, ahol a jelenleg ellenzéki vezetés van, hogy ezek a regnáló, úgymond inkumbens ellenzéki polgármesterek alkalmatlanok. Én, ha ebbe az utcába mennek bele, olyan más lehetőség nagyon nincsen, akkor ez szerintem nem lesz sikeres, mert ezt már jó néhányszor kipróbálták, és mindig elveszítették. Tehát, de más lehetőség meg nincsen. És ha én látom, én nézem a közvéleménykutatási adatokat, azokban a városokban és azokban a kerületekben, amennyire rálátok, ahol ellenzéki vezetés van, ott én az ismétlést olvasom ki az adatokból. Tehát ezek a polgármesterek jól dolgoztak, jól működtek, valószínűleg megválasztják őket június 9-én újra. Tehát igazán mindegy is, hogy mivel próbálkozik a Fidesz ezzel az alkalmatlansági faktorral esetleg, szerintem ez nem sikeres. Lehet, hogy azt nem mondom, hogy lemond bármiről, pontosan annyit valósít meg, amennyit a jogi környezet lehetővé tesz. Tehát, hogy nyilvánvaló egy közvetlen polgármester választásnál nincs nagy mozgástere. Láttuk, hogy a fővárosban azt, hogy milyen összetételű legyen a testület, tehát megváltoztatták, visszaváltoztatták listás szavazásra, a bejutási lehetőséget a közgyűlésbe, az egy olyan megoldás, amivel, ha úgy tetszik, megadja a lehetőséget saját magának arra, hogy ott mondjuk egy többség irányába menjen el a... Egyébként, ha már a főváros említette, ott azért azt látni, hogy mintha a Fidesznek nem a klasszikus kampánystratégiája működne, tehát nyilván persze előjönnek azok az üzenetek Karácsony Gergellyel kapcsolatban, hogy alkalmatlan, és nem tudja kezelni vagy megoldani a fővárosnak az ügyeit, de ezen túlmenően azért azt látni, hogy nem a szokásos kampány zajlik, hiszen még jelölt sincsen, és ugye azt lehet tudni, hogy valamikor márciusban nevezi majd meg a Fidesz jelöltjét. Most ahhoz képest, hogy júniusban van a választás, hát az látszik, amikor a korábbi kampányokat nézzük, akár Talós István esetében már rég lehetett tudni jóval azelőtt, hogy ő lesz a jelölt. Tehát azért az látszik, hogy valamilyen más stratégiát követ most a Fidesz. Hát nem tudom, milyen stratégia lehet, mert nem csak, hogy főpolgármester jelölt nincsen, hanem még a kerületekben is hiány vannak a jelölteknek. Tehát én közvéleménykutatóként nagyon sokszor kerülök abba a helyzetbe, hogy egy kerületben mérek, nem nagyon tudok más csinálni, mint hogy betesszük az előző éppen leköszönt fideszes, vagy éppen induló 2019-ben induló polgármesternek a nevét, mert nincs új név a palettán. Tehát ugyanilyen helyzetben vannak. Ez nem azt jelenti szerintem, hogy ők lemondtak volna a fővárosról, még egyszer mondom, mert a listás szavazást azt visszahozták, és ott Az a legrosszabb eredményük talán az lehet, ami most van, hogy annyi képviselőjük lehet, hogyha figyelembe veszik, hogy 2022-ben 40-41%-ot ért el a Fidesz a listán a fővárosban, a parlamenti választáson, tehát hogy ezt megismétli, akkor nagyjából hozza azt a mandátumszámot, ami most van. Én azt gondolom, hogy le nem mondott, de nem tudtak találni, csúnya szóval élve, kádereket az elmúlt négy és fél évben. Nem lenne megfelelő jelöltjük? Vagy ez valami más stratégia? Nem, én nem gondolom, hogy ne lenne megfelelő jelöltjük. Hát azért, ha akarnak, kormányzati posztokra mindig találnak embereket, és azért a háttérintézményekben is találnak embereket. Nem mindenki teljesít jól, és nyilvánvalóan vannak mozgások, de azért például a miniszteri posztokon mindig vannak, ha csere van, akkor is vannak megfelelő szakemberek. Valószínűleg erre kevesebbet energiát fordítottak erre az önkormányzati világra, és ennek isszák most a levét, és utolsó pillanatban megpróbálnak valamit, ilyen törvényi megoldást. Lesznek, gondolom, jelöltek, amit tudnak még tenni a fideszesek, hogy az önkormányzatok testületeiben olyan számban lesznek a képviselők, akik esetleg ott hatást tudnak gyakorolni a kerületi vagy városi életekre, nagy kerületben élőknek az életére. Én azt láttam, hogy ilyen nagy felfordulás nem lesz politikai értelemben az önkormányzati választásokon. Már úgy érti, hogy nem lesz ilyen komoly összetűzés kampány, vagy erős kampányok? A kampány biztos, hogy nem, csak hogy nem változik meg a politikai konstelláció. Ja. Tehát arra gondolok, hogy nagyjából azokat a városokat hozza a kerületeket az ellenzék, amit korábban is, a Fidesz is nyilván azokat
amelyeket korábban is birtokol, főleg, hogyha több választáson keresztül néhány átmozdulást láthatunk majd valószínűleg. Tehát én nem várom azt, hogy Magyarország önkormányzatisága más képet mutat majd június 10-től, mint június 8-án. Még egy utolsó kérdés a végére, és ez is az ellenzékhez kapcsolódik meg ahhoz, amit mondott, hogy mennyire változik, vagy mennyire nem változik meg a helyzet. Az ellenzék mozgásából azt látni, mintha két ilyen párhuzamos irány lenne, a Momentum ugye és a Párbeszéd körül, illetve az MSZP-DK körül. Ez mennyire jó vagy rossz, vagy mennyire határozhatja meg akár az önkormányzati mozgásokat, az egyelőtt, több jelölt előválasztás témakörben, vagy nagyjából ugyanazok lesznek itt is a mozgások, mint korábban? Hát én azt gondolom, ezt már mondtam, hogy a választónak az a jó, ha minél inkább leegyszerűsödik arra a választási átlátja, lehetőség, hogy egy fideszessel szemben áll egy ellenzéki jelölt. És a listának is valószínűleg ez lenne mindenhol az előnye. Lehet kiszámolni, én is számoltam ilyet, hogy a fővárosi közgyűlésben, hogyha két lista indul, tehát a Momentum külön listán, Párbeszéddel vagy Népülés egy másik lista, akkor elvileg az is lehetséges, hogy ugyanahhoz a mandátum számhoz lehet jutni, mintha egy, tehát matematikailag mondom természetesen, de én azt gondolom, hogy a választás az nem csak matematikáról szól, mondom én, akinek az alapvégzettsége az, hanem pszichológiáról is, és a viselkedést egyéb befolyásoló faktorokról is, tehát az az érzés, hogy egy az egy ellen megy szembe az önkormányzati választáson, ennek lehet egy felhajtó ereje, ha közös az a lista, közös az a jelölt. És valamilyen szinten nyilván a pártok ezt fölismerik, és én azt gondolom, hogy legalább jelölt szinten egyre több egyességnek a bejelentését fogjuk a következő időszakban látni. Múlt héten is volt már ilyen, a 11. kerületben, tehát ott lehet látni, hogy teljes platform van, Momentumostól, LMP-stől, mindenkistől együtt, és én azt gondolom, hogy egyre több ilyen lesz, és nyilván nagyon fontos a fővárosi lista, de azt kell mondanom, hogy azért vidékre is figyeljünk az önkormányzati választásokon, mert az ellenzéknek ott is vannak erős pozíciói, amiket gondolom meg akar tartani. Na hát mi biztos, hogy figyelni fogunk. Köszönöm szépen Závesz Tibornak, hogy átfogóan tudtuk egy picit elemezni ezt a helyzetet. Biztos izgalmas lesz a következő néhány hónap. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt már a Pulzs, de természetesen jövő héten is találkozunk. Viszontlátásra.